Na, hello, sziasztok, az én nevem Tündi, és sikerült szertennem egy PS4 Slim konzolgépre, úgyhogy arra gondoltam, nyissuk ki együtt, unboxingoljunk egy kicsit. Az a doboz. Először is, amit ki tudok így nagyjából szedni, hát lehet, hogy ezzel az oldalon kellett, nem tudom, de maga már a gép jön ki, úgyhogy ezt kicsit kisebbre hagyjuk. Ami benne van pedig, az első, ami minden géphez jár, hát a leírás. Úgyhogy jó olvasás. Kapunk a géphez HDMI-t, a szokásosat. Ugye a tápnak a, hát a kábelét, mert ugye a táp benne van a gépben, úgyhogy szerintem sokkal jobb, mint az Xboxé, de az most mindegy, úgyhogy igen. Kapunk egy androidos töltőt. Ez kell az éhez. Na szóval, egy androidos töltőt kapunk a kontrollerhez, ezzel lehet tölteni. Majd meglátjuk, hogy mennyire lehet használni. Na mindegy, ilyen nagyon halálvékony, célna, vékony kis madzag. Hát, kár, hogy ezt ilyet adnak hozzá, de ez van. Szóval itt van neki a kis hangszórója. Ugye a touchpadja. Nem is tudom, a maga a gombok ilyen, nem is tudom, gumisak, vagy van rajta egy kis gumi réteg, nem tudom, de nagyon jó. Nem csúszik egyetlen, tehát egy tök király. Ugyebár ez egy slim gép, tehát ez egy kicsit vékonyabb, mint az előző. Itt van a bekapcsoló gombja, és a, hát gondolom, a CD kiadó. Hát, remélem a működése is ilyen csinos lesz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, nyomjál rá egy lájkot. Ha a PS4 tetszik, nyomjál rá egy lájkot. Ne felejtsd el feliratkozni, és hát majd legközelebb találkozunk. Sziasztok!